Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Ma három nagyon érdekes sört fogunk megkóstolni, olyat, hogy amire azt hittük, hogy tudjuk mi az, például ez, de nekem is hosszasan kellett Google Translate-eznem és utána olvasnom, és Zoltán is nézett, hogy mi az ördög. Aztán egyszerre csak puttyant valamit a telefonja, és elkezdett így ünnepelni, hogy ho-ho-ho-ho, és már elkezdte volna mondani, de mondom, Zoltán, mondom, várjál, hadd nyomjuk meg a rec gombokat Józsival, hogy akkor, hogy mi történt a hordókkal? Aha, ja, hogy ennyire. Már múltkor azt mondta a Robi, hogy megyek Amerikába, de akkor nem oda mentem. Viszont most megyek már, nem sokára. Ez nem tudom, mikor kerül adásba, február... Március viszont... vége felé, ma február 16 van? Ma 7. 7. 16, 6. Igazad volt. Tehát február 16-a van, február 28-án, 12 nap múlva a születésnapomon indulok az USA-ba oda, mert március 4-én lesz a Nitro Fest Denverben. 2018 meg 19-ben is voltunk már, és akkor mindig ilyen... pont az utolsó pillanatban értek oda a dolgok, meg minden szempontból necces volt, ezért most már lassan két hete elküldtük air freight-tal a söröket, légi szállítással a söröket, ami hát nem egy olcsó mulatság, de ez igazából nem is arról szól, hanem hogy ott vagyunk, megjelenünk, ez egy tök nívós rendezvény, tök jó sok emberrel meg lehet ismerkedni, jó söröket lehet inni, és nem utolsó sorban egy jó kifogás arra, hogy elhúzzak Amerikába egy hétre. Azt hittem, hogy bebasz, mint a sakál. Hát az nem kell Amerikába. Egy kicsit költség. Tehát, hogy ez itt nálad is. És hogy a lényeg, hogy megérkezett. De nem ez a lényeg, hogy megérkezett a sör már, mert ott van a sör már 5 napja. És a... Denverben a repülőtéren, és nem engedték ki a customba, mert van egy úgynevezett FDA Registration Number, ami a Food and Drug Administration. És az minden, ami gyógyszer, vagy élelmiszer, vagy akármi, és ez egy rohadtul komolyan veszik, és ez nekünk megvolt, hát ugye 18-ban is, meg 19-ben is minden gond nélkül küldtünk söröket az USA-ba, és egyszer csak visszajön, hogy nincs, nem lejárt ez az FDA számunk, és hogy ez abszolút katasztrófa van, meg kell csinálni az egészet, már illegálissá váltatok. Nem feltétlenül, de nem lehetett kivinni a customból a söröket, az is lehet, hogy vissza kellett volna hozni saját költségen, de leginkább el kellett volna indítani egy teljesen új FDA. És ez az a nagyon drága sör, amiben a spéci mangó van? Mangó van benne, marakuja, a másik meg egy konzerv. Amit a magyarok nem kaphatnak. Na, majd csinálunk szerintem azért itthon is. De abban szarabb mangó lesz. Pontjén mind a kettőben, úgyhogy nem lesz szarabb. És a lényeg az, hogy ma reggel azzal kezdődött a nap, hogy az éjszaka folyamán kaptunk egy levelet arról, hogy ez kurva gáz, meg fogunk halni, a söröket felgyújtják, és amúgy is kurva sok megsemmisítik. Pénz... Igen, kiküldtünk nagyon sok pénzért ezt a dolgot oda. Óriási jódlizás közepette így az igen, FDA. Igen, és vedelik. Reketje barrel, megjút, hollara. Igen, és egész nap tulajdonképpen ezzel foglalkoztunk, és most van 18 óra 30 perc, és 18:21-kor kaptam a I will forward to the customs agents now to get the kegs released. És ennek most igen csak örülök. A másik örömteli, hogy kaptam kedves kamionos. Köszi, hogy meghallgattátok. Nézőnktől. Komiba írjátok le, hogy izgultatok. Hozott többfélét, és mondta, hogy hát szerintem jó. És mondom, jó. Mondom, hát bemelegítésnek nézzük meg ezt a Radegasztot. Olyan ismerős az a Radegaszt. Igen. És aztán megnéztem a honlapjukat, nincs is angol nyelvű honlap. Tehát csapágyasra hajtottam a Google fordítót. A lényeg, hogy ez... Már elmondhatom, hogy én mit tippeltem előtte? Vagy te mit tippeltél? Neked voltak ilyen tippek? Nem volt tippem. Nem. Én azt hittem, hogy ez is egy ilyen régi, tudod, nem, 1872-ben már izé, és nem. Volt egy cseh író, de az nem egy... Krabal, mert az ugye a Posizsinszkét ben volt ugye a sörgyári kapricsó, de hogy ez is valami hasonló történet lesz. Nem, nekem a Radegaszt először azt hittem, hogy valami Conan a barbárból valami szereplő volt, vagy valami varázsló. És a Red Sonja unoka öccse? Nem, hanem az a varázsló, aki a Conant visszahozza a szellemektől, a Conan a barbárból. Ennyire tudod a plotot? Imádtam a filmet. Yeah.
Nagyon. Konan a barbár egy nagyon jó film. Javaslom mindenkinek. De az Schwarzeneggeres? Igen, eredeti? Igen. Az eredeti klasszik Schwarzi. Nagyon jó film. És a másik pedig aztán rájöttem arra, hogy a Radagast az a Gyűrűk urában egy varázsló, a szürke Radagast, vagy zöld Radagast. Van egy, van a szürke Gandalf unoka öccse? Nem, a nézd meg, hogy a filmben van, a Hobbitban van talán. De ne googlizzatok, mert Radagast a Google szerint egy német város, aminek nincs köze ehhez. Maga a főzde se különösebben régi, nálam egy kicsit régebbi, 1966-os születésű a főzde, tehát ez egy Gusztáv Huszák korabeli. Tehát még a prágai tavasz előtt 2 évvel tették le az alapkövet, de már utána kezdték az első söröket csinálni, tehát egy viszonylag új kelet-cseh főzde, tehát Morva ország, Osztravától valahol délre. Osztravában voltam. Itt van egy kis hely, amit tudtam, de elfelejtettem. Sőske piva. Pilsenski Prazdroj, mindegy, ott van, amit kiírok a képernyőre. Itt. És akkor van ez a Hutná 15, a azt Hutná az a sűrű, azt jelenti csehül, legalábbis ezt kamuszta nekem. Ez meg Grizel Horka, ez meg 12, ezek tudod mik ezek a számok? Ezek vagy a balling, az. Igen, a ballingot mutatják. Igen, de akkor a 12-esek kezdjük. Így van, így van. Amiben, ja, nem tudjuk mi a komló, mert... Murovskelo Hiemle. Murovskelo Hmel van benne? Hmele. Hemlov, aroma, diki, pozitnyi, tri druhu moreszkhe. De ugye, hogy ez a Radagast, ez egy olyan... Szűr, nem, nincs. Öröm Istenének, meg majd lehet. Hogy a Radagast... Jó, akkor rákeresik én. 50 letech. Vybudován byl proto, aby pokryl nedostatek v dodávkách piva pro tehdejší severomoravský kraj. Podnik byl od počátku spojen se zaváděním nových nebo experimentálních technologií. Ja, és a Radagast nevet... Mert ugye semmi köze nincs ahhoz a cseh faluhoz, hangzásában se, pályázatot írtak. Radagast, a Gyűrűk ura karakterében egy a Gyűrűk urában egy, ez a Radagast. Legjobb vagy. Azzal a kurva nagy szakállal? Aha, azzal. Akkor... Barna Radagast, tessék. Lényeg, hogy pálya... Ó, de jó illat szállt ki, Zoltán, de jó! Pukiztam. Barnára ütesz. De ez még nem az. Hanem a te pukid az... Tényleg. Ilyen karamelles, ilyen kicsit hú, ilyen... De az a nirvána, a cseh. Az igen. A klasszik morva nirvána. Ugye tudod, hogy mi a csesöröknek a plánéja? Kettő darab plánéjuk van. Ó, Istenem, de jó illat lett. Ha, Radagast. Azt hittük, hogy ismerjük, de valójában nem ismerjük. De most ismerősként üdvözöljük. Azt hiszük. Összefutott a nyelv. Van? Nincs. Tehát ez nem a varázsló a Gyűrűk urából, és nem az a német település. Ez egy viszonylag... Igen, de a logójuk egyébként olyan, mint hogyha belegond, mint a Conanból, egy ilyen ivókürtből. Fú, Zoltán, én megtértem. Ez a Radagast, látjátok valahol, már biztos Szlovákiában is kapni, ez nem egy tucat fos, ez nem kell belekortyolnom, az illata egyszerűen olyan, hogy kiugrok az ablakon, és az a 12 ballingos és hány százalékos? Hát ilyen 4-5 között lesz. 4,5 talán. 5,1. Na, 5,1, igen, akkor nagyon száraz, leöntöttem magam, jó, nem néztem. De majd akkor erről beszélünk, mert itt most szakmázhatunk egy picit. Szakmázunk, Zoltán. Tehát, hogy szakmáz Zoltán? Kicsit nőttél volna a szemembe, ha ki tudod hagyni, de nem kell neked mindig nőni, ja. Akkor nem férsz be a képbe. Hát ez kurva jó. Szóval, száraz, de mégsem az. És miért nem száraz? Pedig száraz. Pedig ha 12-ről 5-1-re erjed, akkor ez valóban elég száraz. Na? Igen, hogy van teste. De miért? Na miért? Hogyan készülnek? De nincs cukor benne. Nincs. Hogyan készülnek a cseh sörök? A dekokciós eljárás. Bizonyám. És ami az a dekokciós eljárás karamell csinál, tehát az, amikor odakapatod egy kicsit. A dekokciós eljárás az úgy készül, hogy van az 1000 liter sörleved, mondjuk, vagy mondjuk van... Van mondjuk 1:3 vegyed. Vert ki, gyorsan. Csináltam dekokciós lágert többször is. És nagyon finom volt, és sosem értettem, hogy miért. Na, nagyon karamell, nagyon finom volt. Amiben iszonyatosan szenzáció szerintem az, hogy mennyire sejmesen light. Tehát a vízkémiája szinte teljesen ki van nullázva ennek. Olyan pilzenies? Abszolút. Basszus, basztikuli.
ez a Radagast nem gondoltam volna. Mondom, egy ilyen tucat ős. Ezt sírva bedelném, akármeddig. Ez... Még egy picit hidegebb lenne, vagy... A komlózása. Nekem a az, amit a sziszent egyet, és te még közben itt pofáztál, de én már magamon kívül voltam attól az illattól, amit ide pöffentett. Ezek, amikor én pöffentek. Azt is imád, attól is magamon kívül vagyok. Nagyon jó. Ivo Kanál. Az a sörfőző. Na várj, és a dekokciótól, a kevés beltartalomtól magasabb alkohol lesz, de még test is marad? Mert ugye a karamellizálás, a karamella bonyolultabb cukor, amit az élesztő kevésbé tud megemészteni. Nem, de akkor hogy lesz az 5-1-es alkohol? Hát úgy, azt számolgatom most, hogy mennyi lesz a maradék cukor benne. Mert hogyha 12-ről indul... Eszerűs, ezekben a morva kocsmákban az emberek üvöltve söröznek? Vagy megszokták? Vagy ez, vagy És közben oda megy egy ilyen átlag, ilyen análpápa-szerű melegpornós, a diktafonnal tud, és hangsávnak tudja használni. Oda se kell nézni, csak Rak rá egy ilyen kis... 5,1. Igen. Tehát 2,8 balling maradt benne. Az egyébként annyira nem kevés, tehát hogy az viszont minden más ki van belőle erjedve. Tehát ez nagy valószínűséggel úgy készül, hogy valószínűleg, hogy ilyen 52 fokon cefréznek be. Ez egy 3-3-as üvegbe való ínyenc dolog. Hát ezek a csehek, ezek rendesek, és... Ez túlmutat a cseheken. Na, nem az átlag cseheken. Csináljunk egy ilyen cseh kóstolót. Szerezzünk ebből még, és na, összekóstoljuk meg. Na jó, és akkor ez, na, ez meg a hútná. A hútná, a sűrű. Limitovaná edice. Ez tényleg Conan a barbár, basszus. Ezt mondom, bazd meg. A mellizom. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the winning. Mindig utáltam a gyűrűk urát. Hear the lamentation. Hat feles várja, obszak alkoholú. Na. Voda ječne sladi chmelové virobky. Nem tudom, hallottatok-e már. Erről a csodálatos... Amikor borulnak a poharak... Erről a csodálatos... Kedves nézőnk, aki küldött egy lejárt vejcembokkot... De jó illata van. Frissen van. A legjobb igen a lézerben. Nem, ez forrasztó... Lehet, hogy de én forrasztópákával basztattam otthon régen a fát, és... Hagyjuk az unalmas történeteket, Bornis. Bár nagyon érdekes a gyermekreketje kalandjai szárazon és vízen. Kis reketje kus. Ezt hallgattam egész általános iskolában. Hű. Ja, hogy ez egy dunkel. Hát. Már nem emlékszem, hogy volt csehül a dunkel, de ezt írták határozottan, emlékszem a honlapon. Hú, ez is piszok. Úgy, hogy megvan a csesörök varázsa. De abszolút, tehát hogyha sosem voltam... Tehát, hogy... Hab. Nem kell odáig elmenni a B-kategóriás pornófilm felvevőnek a hangvizével, elkérhetik. Ebből nem pöfent ki annyira a komló. Valószínűleg ez nem lesz annyira rettenetesen elképesztően balanszos, mint a másik volt, mert itt szerintem van nekik egy ilyen gyönyörű aranymetszésük, és azt így... Igen, ez egy erős lágyer. A 12-esből kell két kartonnal. Finom. Sejmes. Ennek is tökéletes. A diszkémia. De, na ez is kurva jó. Hát, jó. És a másik dolog, mert már mondtam, hogy két dolog miatt különlegesek a csehsörök, az egyik ugye ez a cefrézés, ez a dekokciós cefrézés, a másik pedig a malátázás, hogy ugye a cseheknél másfajta malátázás történik, ott egy úgynevezett floor malting van. Tehát nem az van, mint mondjuk a holland, meg a belga, meg az angol, meg az északi, a viking, meg az ilyeneknél a malátázőzőnek, meg akár igen, a német, mondjuk a Weyermannál, hogy így úgynevezett kurva, hogy ilyen germinátorokba teszik bele a vízzel összekevert árpát, és utána azt ilyen, ez ilyen nagy siló. Csiráztató. Igen, csiráztató, de hogy ez nem, tehát hogy a cseheknél ez a földön történik. Az előző jobb volt, de ez is elképesztő. Bomba.
Igen, szóval berakják a Germinatorbe. Nem rakják be, pont ja, ezt pont mondom. Nem rakják. Pont ezt mondom, hát... Lebuktam, nem hát figyeltem. Én itt töröm magamat, hogy valami relevanciáját adjak a csatornádnak. Te pedig csak így a finomságokról és a lafagyolásról beszélsz, és mindenféle hangot ad ki. Egy megvadult Germinatorként öntöd a gyöngyöt a disznók elé, aki így. Én vagyok. Ez így van. Nem vagyok rám. A gyöngy vagy a disznók? Szóval nincs Germinator. Nem, hanem floor malting van, tehát hogy a földön történik az egész malátázási folyamatnak a csíráztatása, és ezért egy picit más árpát is használnak, de igazság szerint, most hogy ez pontosan hogyan hat a izére, azt nem tudom, de hogy klasszik, igazi Cheshire-t, az enzim képződésben van valami szerepe, meg hogy milyen, tehát hogy igazából ilyen Cheshire-t nem fogsz tudni főzni, hogyha elmész és veszel egy belga pilzeni malátát, abból soha összefoshatod magad, akkor sem fogsz tudni ilyen. Tehát ahhoz, hogy ilyen sört csinálsz... Hogy csinálsz a malátát a malátaboltban? Nincs. Tehát nem Weyermann, nem Viking? Nincs. Nem tudom. Ja, nem tudjuk megvenni. Nem tudom. A kecskeméti sörfőzde, amíg az eredet, nem tudom, hogy most ki a tulajdonosa, de az első csávó, aki csinálta, ő a Kecskeméten csinált pilzt, és ő Csehországból főzött sört régen, ott dolgozott, meg oda járt egyetemre, és ott dolgozott valami sörfőzében, és hazajött, és csinált egy a kecskeméti sörmanufaktúra, csinált egy ízét, és ő egy az egybe ilyen pilzenit csinált. Már nem ilyet, hanem mint a másikat. És ő Csehországból hozatta hozzá. És a bortmaltnál hogy csinálják? Biztos, hogy nem így. Szervezés alatt van az üzemlátogató videó, de még nem. Jó. Nem voltunk ott. Menjünk és akkor most... a Svenhez Hollandiába, az izgalmas. Igen? Hát nem. Nem tudom. Na, nekem a bortmalt is izgalmas. Szóval a Budweiser, az eredeti Budweiser, tehát a cseszke budajovicei Budweiser, az megint egy nagyon érdekes történet, lesz, hogy Amerikában a Budweiser, hogy miket talált fel, hogy Alaszkából a tartálykocsik, meg a mit tudom én. Bud. De ez a, igen, az American Bud, mint Bud Bundy, és ez a sör pedig a 33 lezsák, ez ugye a lezsák a világos, a 33 pedig az IBU 33, tehát ugye ez elvileg egy komlós, és a Ballingia 4-6 EBC, ez csak a szín, 4-6 az alkohol, de és egy Cheshire, amire nem írták rá a nyitó Ballingot. Szerintem az original Gravity-t. Hát nem. Leider nicht. Na, töltsél, találtam. Na, jó, Józsi nagy Budvár fan, tehát ő raklapszám szokta nyaralásaikra hozni, mindig azt mondja, hogy ebből baj nem lehet, és mire elfogy a többi, én mindig igazat is adok neki, hogy tényleg ebből nem lehet baj. Tehát amikor már az érdekeseket megittuk, amikor túl seggére vertünk az összes reketjének, akkor tényleg jó az a Budvár, az olyan meg is szintű, hogy hozza, amit kell. Ez is, ennek is jó illata van. De ez a rohadt Radegász 12... Ennek azért, hogyha lassan szagolgatod, hogy ez egy picit elkezd vasasodni. Egy picit elkezd vasasodni. Az illat. Kizárt, hogy egy Cheshire-t én olyan időig szagolgassak. Mi az? Menj már arrébb egy kicsit, hogy én menjek. Nem tészem. Így jó. De benn vagyok a... Benn vagy a képben, Zoltán. Képben. Te legyél képben, az a lényeg, nem én. Ugyan már a vendég a lényeg, Zoltán. Na! De mindig ez a virtuskodás, Zoltán. Na, ez aztán majd egyszer csak lesérül. 4-6. Annak a Radegász 12-nek a komlózása... Az bomba volt. Hát... Olyan, nem mint amiket te szoktál venni. Ez egy kicsit édeskés, nem keserű. Ebben nincs keserűség, várjál, megmondom. A 33 ibu, az... Igen. Azt mondja, hogy... Robert legoogolt, és googolva... Puskáztam, googolva puskáztam. Oké, nem tudtam, miért mentél. Agnus komló. Agnus. Bárány. Agnus Dei. Igen, vagy elírták az Ágnesnek a nevét. Az nem elírás, az ugyanaz. Akkor lehet, hogy Ágnes. Finom, meglepően édes. És ahhoz képest, hogy ők ezt egy komlós dolognak képzelik, ez a legkevésbé komlós. Kevésbé komlós, mint a... Hát azt kijelenthetjük, hogy egy ilyen lefele ívelő parabola volt az élmény. A program, igen. Abszolút. Nem baj, de megvan a tanulság, gyerekek. Árban is szerintem ez lett a legolcsóbb. Minden bizonyja. Ebből az összeset. Nagyon jó volt. Radegast 12.
Akarsz még valamit mondani? Nem. Nem.